Sziasztok! A mai részben megtudhatjátok, hogy hogy telik egy átlag hétköznapom itt Göteborgban. Most 8 óra pár perc van, nemrég keltem, már készítem a reggelimet, aztán indulás is az edzésre. Most indultam el, minden reggel 6-8 perc sétával átmegyek az egyik csapattársamhoz, és tőle megyünk többen egy autóval, így mindenkinek gyorsabb és könnyebb is. Az edzésre itt edzünk a stadionban, mert az edzőpályánkat felújítják, de remélem most már csak egy pár napig edzünk itt, és utána visszamehetünk a szeretett kis edzőközpontunkba. Remélem, jó lesz az edzés, megpróbálok egy pár videót csinálni az edzésről is nektek. Ez is megvolt, ebéd is megvolt, megbeszélés is volt, úgyhogy most már csak a kondi van, az pedig az edzőközpontban lehet csinálni, úgyhogy most irány az edzőközpont és egy jó kondi. Második edzés kész, kondi letudva. Mindig akkor jó, amikor már befejeztük. Úgyhogy most irány haza, és most már csak pihenés következik. Meg még meglátjuk, hogy mi. Na, közben hazaértem. Már el is készültem, mert a lányokkal megbeszéltük, hogy elmegyünk a közeli tóhoz, mert nagyon szép idő van, egy kicsit kifekszünk napozni, kártyázunk, beszélgetünk, úgyhogy ez lesz most a délutáni program. Jó hosszú volt ez a nap, két kemény edzéssel, de mind a kettő nagyon jó volt, úgyhogy jelentkezem majd a tótól. Sziasztok! Közben hazaértem a tóról, nagyon-nagyon jól éreztem ott is magam. Úgyhogy ma már nem nagyon van más, mint este meccsnézés, sorozatnézés egy kis vacsi után. Aztán irány az ágy, mert holnap kezdődik minden előről. Remélem élveztétek ezt a videót. Ha igen, akkor iratkozzatok fel, hogy legközelebb kapjatok értesítést, hogyha új videót töltök föl. Annyit elárulhatok, hogy legközelebb egy válogatottas videó következik a hazautazásomról, illetve a válogatottban töltött első pár napomról. Sziasztok!